Szent László ünnepségekre Nagyváradra érkezett a Szent Jobb. A nemzeti erekjét és kíséretét élén Magyarország bíboros hercegprímásával az aranyvonat vitte Szent László városába. Kálmán doktor üdvözlő szavai. Legendás hírű vezérünk, főméltóságú asszonyunk. 21 évnek minden szomorúsága és nyomorúsága ülte meg a mai napig lelkünket, de ez a nap lelkünk vörös betűs ünnepnapja kárpótolt bennünket a szenvedésekkel tele múltért. A fősi város Szent László királyunknak városát, és azt kérjük, ne tekintsék a mi szégyenünknek, a kopottságnak és a szegénységnek lépten nyomon kiütköző jeleit, mert ezek azt a szívós akaratot igazolják, hogy a város magyar akart maradni, és ha megtépve bár, de törve nem, az is maradt minden kényszer és zaklatás ellenére is. Mi pedig polgárai a boldog felszabaduló ünneplő városnak mérhetlen hálával gondolunk mindazokra, akiknek a mai napot köszönhetjük. Megfogadván, hogy a magyar léleknek nemes nyugalmával és emberséges érzületével minden erőnkből ennek a városnak újból való fejbevágoztatására és szeretett hazánknak boldog jövőjére fogunk munkálkodni. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, "Wee!"